Tegnap rengeteg új hír érkezett Limán irányából. Itt az ukránok lerombolták az orosz harci képességeket, és erőteljes ellentámadások sorozatát hajtották végre az elveszített pozíciók visszaszerzése érdekében. Az elmúlt hónapokban az oroszok kitartóan próbálták elérni a Zserebec folyót, hogy végül elfoglalják Limán városát. Limán az ukránok fő hadiszállásaként működik a régióban. Innen látják el erősítéssel, illetve rotálják a frontvonalon lévő erőiket. A támadások intenzitása ellenére az agresszor erői még a zserebec folyót sem tudták elérni, mivel minden támadást jóval azelőtt megállítottak, hogy azok elérhették volna a folyó keleti partján fekvő ukrán településeket. Amint azt a korábbi jelentésekben már említettük, az ukrán védők Terni, Jánpolivka és Torske települések határában visszaverték az orosz támadásokat és leépítették az oroszok harci képességeit. Az orosz veszteségek súlyosságát az is mutatja, hogy kénytelenek voltak leállítani támadó akcióikat a térségben, hogy újjá szerveződjenek és pótolják az ember és felszerelés veszteségüket. Az ukránok úgy döntöttek, hogy nem várják betétlenül, hogy az oroszok újjáépítsék erejüket, és kihasználták a lehetőséget, hogy visszavágjanak az oroszoknak. A nagy veszteségek ellenére az orkok számszerűen még mindig több erőt tartottak a frontvonalon, mint az ukrán védők. Következésképpen az ukránoknak meg kellett találniuk a módját annak, hogy a túlerő ellenére eredményes ellentámadást tudjanak indítani az orosz állások ellen. Az ukránoknak ezt egy kétlépcsős hadműveletben sikerült kivitelezni. Először is az ukrán drónoperátorok az orosz gyalogságot intenzív kezelésnek vetették alá. A geolokációs felvételeken látható, ahogy az ukránok FPV kamikáze drónokkal vették célba az ellenséget a Jánpolivka előtti árkokban. Másodszor az ukránok nehéz oktokopteres drónjaikat arra használták, hogy páncéltörő aknákat telepítsenek azon orosz utánpótlási vonalakra, melyek a szóban forgó állásokat voltak hivatottak ellátni. Az ukránok később drónfelvételeket tettek közé azokról az orosz tankokról, gyalogsági harcjárművekről és páncélozott személyszállító járművekről, amelyeket akkor pusztítottak el az aknák, amikor megpróbálták elérni és megerősíteni az orosz frontállásokat. Egy ukrán katonai blogger megmutatta, hogy a védők ezeket a nagyméretű drónokat főleg éjszaka használják, hogy nehezebben tudják felfedezni őket. Azt is elmondta, hogy az oroszok lehallgató állásokat használnak az ukrán oktokopterek felderítésére és leszedésére, mivel ezek az eszközök elég hangosak. Végső soron ezek a lehallgató állások kevés veszélyt jelentenek az ukrán hadműveletekre, mivel az ukrán katonai megfigyelők megjegyzik, hogy hol vannak ezek az amúgy is könnyen felfedezhető helyek és öngyilkos drónokkal vagy drónot ledobott gránátokkal megsemmisítik ezeket. Miután az ukránoknak sikerült az orosz jelenlétet számottevően csökkenteni a front egy kiválasztott szakaszán, és egyben megsemmisítettek minden olyan erősítést, amely a helyben kialakult réseket próbálta kitölteni, az ukránoknak sikerült helyi létszám fölént kialakítaniuk az agresszorral szemben. Ráadásul az ukránok a meglepetés erejét is magukénak tudhatták, mivel az orosz gyalogság még mindig úgy gondolta, hogy náluk van a kezdeményezés, így nem voltak felkészülve arra, hogy összefüggő védelmet alakítsanak ki, vagy akár csak arra, hogy folyamatosan viseljék a golyóálló mellényeiket. Később az ukránok geolokációs harci felvételeket tettek közzé, amelyeken az látható, ahogy megkezdik az orosz állások támadását. A felvételek az ukrán támadó csoport komoly felkészültségét és koordinációját mutatják. A csapat folyamatosan információkat kapott egy felderítő, valamint több FPV kamikáze dróntól, amelyek folyamatosan támogatásra készen álltak. Az ukrán támadó csoport tisztán gyalogságból állt, páncélos támogatás nélkül, ezzel is növelve a meglepetés erejét. A nagy páncélozott járműveket az orosz felderítés előzetesen gyorsan kiszúrta volna. Végül, miután megkapta a támadási parancsot, az ukrán rohamcsoport a fák mentén az orosz állás felé haladt. A meglepett orosz gyalogság rövid tűzharc után megadta magát, és az ukrán harcosok fogságba ejtették őket. Az ukrán akciót követően az oroszok fokozták az elvesztett állásaik tüzérségi bombázását. A bombázásokról készült geolokalizált felvételek megerősítették, hogy az ukránoknak sikerült a megtámadott állások egészét elfoglalni. Mivel az oroszok a korábbi támadásokban már elvesztették harcképességüket, a tüzérségi bombázások folytatásaként nem tudtak ellentámadást indítani. Ennek következtében az ukránok a megnövekedett nyomás ellenére is képesek voltak kitartani. Az ukránok ugyanakkor célba vették az orosz tüzérségi rendszereket is, hogy megfékezzék a bombázást. A geolokációs felvételeken látható, hogy ukrán drónoperátorok megsemmisítettek egy orosz Grad rakétasorozatvető rendszert, mielőtt az az ukrán célpontokra tüzelhetett volna. Egy ukrán katonai blogger szerint ez a hadművelet jól példázza azt, hogy az ukránok képesek sikeres ellentámadások végrehajtására és a helyi kezdeményezés átvételére, annak ellenére, hogy az agresszor mind létszámban, mind felszerelésben lényegesen nagyobb erőkkel rendelkezik. Az Institute for the Study of War is megerősítette, hogy a nyilvánosságra hozott harci felvételek alapján az ukránok valóban képesek voltak előre nyomulni a Jánpolivkától keletre húzódó fasorok mentén. Összefoglalva, a katasztrofális orosz támadások sorozata kimerítette az orosz harci képességeket a régióban, és ez arra kényszerítette őket, hogy leállítsák támadó műveleteiket, hogy újjászervezzék és megerősítsék egységeiket. Az ukránoknak sikerült kihasználniuk ezt a hadműveleti szünetet, és tovább apasztották az orosz egységek számát a frontvonalon. Emellett megsemmisítettek minden olyan orosz erősítést, amely megpróbálta enyhíteni a nyomást a kérdéses front szakaszon. Ez az ukránok számára lokális harci fölényt teremtett, ami lehetővé tette számukra az ellentámadás lefolytatását és az elvesztett pozíciók visszaszerzését, míg az oroszok ez alatt képtelenek voltak elegendő erőt összegyűjteni egy ellentámadáshoz. Az ukránok ismét bebizonyították, hogy annak ellenére képesek sikeresen felvenni a harcot az oroszokkal, hogy azok szinte minden fronton túlerőben vannak. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.